A polgármesteri hivatal előtt a Boldogi Csicsergő óvoda növendékei adtak táncos műsort. Elhangzott egy Petőfi vers és a Boldogi Hagyományőrző csoport népdalokat énekelt. Baffi István esperes közös imádságra kérte a jelenlévőket, majd megáldotta a csatába vonuló magyarokat. Ezután Szabó Zsolt országgyűlési képviselő vezetésével megtörtént a díszszemle, és elindultak a lovasok a Balázs tanyára, hogy újra megelevenedjen a tavaszi hadjárat dicső összecsapása. Kórhűruhában idézték fel az ütközetet, ágyúdörgés, sortűz, lovas és gyalogsági összecsapások, valamint a kardok csattogása tette izgalmassá a dicső történelmi esemény újraélését. A tavaszi hadjárat előtt tisztelgő rendezvénysorozat, melynek első állomása a hatvani csata, 1989-ben indult Jászberényből, majd később Jászfényszaru és végül Boldog lett a központja. Az elmúlt évtől Hort és Hatvan is csatlakozott a programhoz. Püspökiné Nagy Erzsébet Boldog polgármestere hangsúlyozta, hogy a rendezvény sorozata hagyományőrzés mellett az összetartozás erősítésének az eszköze is egyben. Hozzátette, mint egykor az ütközetben résztvevő huszárok, most a hagyományőrzők is tiszteletet érdemelnek, hiszen ők segítik a dicsőséges csata emlékének megőrzését. A településünk életében egy nagy jelentőséggel bír, hiszen 96 óta adunk helyszín Boldogon a tavaszi hadjárat első győztes csatájának, és ilyenkor azért az emberek összejövünk, és így az összekovácsolásunknak az eszközévé is vált ez a rendezvény. A boldogi ember ennek nagyon nagy jelentőséget tulajdonít, hiszen mindnyájan várják már ezt a napot így április elején, amikor emlékezünk erre a dicső történelmi múltra. A polgármester elmondta, Boldogon a hagyományőrzés kiemelt figyelmet kap.